Sziasztok! Több okból is nagyon jó magyar edzőket alkalmazni az MB1-ben, és ezek között az egyik az, hogy soha nem unatkozunk. Tehát minden héten mondanak akkora blödséget, hogy a plafon leszakad, és jókat szórakozunk. A múlt hétnek a szenzációja, Kondás elemér, Eli bácsi volt szokás szerint. Egyébként általában ő kapja a humorbombont a, 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 hetek végén, amikor azt bírta mondani, hogy, hogy, kicsit tart attól, hogy a Fradi kifigyeli a vasas taktikáját, ezért zárt kapus mérkőzésen mérkőzik meg a rendkívül acélos gyirmóttal Hát nyilván a Ferencvárosnak nincs más dolga, mint az, hogy a vasas taktikáját fürkésze, ne pedig azt csinálja, ami a valóság egyébként, hogy a sajátját alakítja ki és teszi minél jobbá. Ennek a hétnek egyelőre, bár még csak ugye csütörtök van, a tegnapi Fehérvár rankéton elhangzott Huszti gondolatmenet az, ami ugye a humorbombon királya, mert hogy ugye Huszti kifejtette, hogy nagyon bántó az, hogy a szurkolók már mérkőzés közben kifejezik a súlyos kritikájukat a Fehérvárral szemben. Tudja, hogy ez nem színház. Zárójelben megjegyzem, azért ez jó, hogy tudja, hogy nem színház, hanem foci meccs. De azért mégis a mérkőzés egészét tekintve, illene kifejezni a kritikát. Na, hát ugye ezzel több probléma van, ezzel a, ezzel a mondattal, úgy is mondhatnám, hogy hogy egész testében vérzik ez a mondat, mert hogy ugye a színház sem ilyen volt mindig, aki egy kicsit is ismeri a színház történetet, tudja, hogy Shakespeare-ék korában ezekben a nagy kocsma színházakban rendszeresen bekiabáltak a, a nézők a színpadra, és tulajdonképpen az úgynevezett kukucskáló színpad megjelenésével, ezt nem én mondom így, hanem Péter Szondi, aki a modern dráma elmélete címmel ugye írt egy nagyon remek könyvet, ez a francia klasszicizmusban volt, onnantól kezdve lett a szokásá, hogy felöltözünk a legjobb, legjobb zakónkat, meg a legjobb nyakkendőnket, és megpróbálunk kultúremberként viselkedni. Hát ez nem volt olyan régen, ez nagyjából egy olyan három évszázada történik így. De azt is el kell mondani, hogy, hogy nem ez a legnagyobb baj ezzel a mondattal, nem ez a legnagyobb gond ezzel a gondolatmenettel, hanem az, hogyha, hogyha Huszti ezt komolyan gondol, akkor szóljon a Fehérvár stadion beléptetőinek, hogy mindenki kapjon a kezébe egy papírt, ami rá van írva, hogy a vélemény nyilvánításodat a mérkőzés után tedd meg. Addig véletlenül se fújoljál, ne kritizáld a játékosokat, ha mondjuk már hatodszorra futnak át rajta, vagy a kapus belepkéz egy gólt, és akkor is megfelelően civilizáltan tedd, vagy esetleg ki lehet írni a kivetítőkre, vagy molinókat lehet kiakasztani a pályán, hogy hogy ne kritizáld a csapatot, de azt hiszem, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát a labdarúgás egy olyan műfaj, egy olyan sportág, amelyben a szurkolók örömmel, nyilván sokszor igazságtalanul, de örömmel fejtik ki a saját véleményüket, és ezt el kell fogadni. Tehát a kritikát el kell bírni. Akkor is, ha szakembertől jön, akkor is, ha nem szakembertől jön. Ezek az emberek ebben az értelemben közszereplők, tehát jogilag is nagyobb kritika illetheti őket, kevésbé védettek, úgymond ebből a Szempontból, de mint, mint egyszerűen labdarúgásban benne lévő, a labdarúgás nyelvi világában benne lévő emberek, meg kell szokni ezt a dolgot. Szóval a magyar edzők közül Huszti villantott most ebben a, ezen a héten, és hát a továbbiakban is jelentkezem majd ilyen okosságokkal. Sajnos ezektől a magyar edzőktől sok minden várható még. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, like ha még jobban akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videót, tehát a számlaszámom, vagy valamelyik támogatási szinten. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a Jó Isten áldjon meg mindenkit!